Ez az az oklevél, amelyet nemrég vehetett át a gimnázium igazgatója a Debreceni Egyetem rektorától. Azért kapták, mert a középiskola végzősei közül sokan választják a Debreceni Felsőoktatási Intézményt. A felvételi eredményekre büszke a gimnázium igazgatója. Felkészítjük őket mind a közép, mind az emelszintű érettségére, lelkiismeretesen megállják a helyüket. A felvételi pontszámaik, mint ahogy a Debreceni Egyetem is kimutatta, igen magasak, és ha bekerülnek az egyetemre, ők el is fogják azt végezni. Nagyon szívesen jelentkeznek a Debreceni Egyetemre is, ugyanis a diákjaink nagyon erősen kötődnek. A a szülői házhoz, és tulajdonképpen nincs messze a Debreceni Egyetem, tehát mindenképpen ez a közelség is vonza őket, természetesen a képzés, az oktatás magas színvonala is. Az igazgató 35 perc című műsorunkban azt mondta, nem csak elismerést, hanem anyagi támogatást is kaptak a Debreceni Egyetemtől. Ez az együttműködés, ez tulajdonképpen anyagi forrásban is megnyilvánult, tehát egy támogatási szerződésen keresztül jut jutunk olyan forráshoz, amelyet felhasználhatunk az egyetem kitétele alapján tehetséggondozásra, pályorientációra és diák, diák programokra. Évek óta tart, hogy sokan jelenkeznek a Vasvári Gimnáziumba. Elsősorban a természettudományos, és a nyelvi képzés erős az intézményben. Megnövekedett a jelentkezők száma a természettudományi tagozatra, nagyon magas a felvételizők létszáma a haladó angolra, és kiemelkedik még a sorból az informatika, és, és, és a kezdő angol. Ebből most két csoportot fogunk indítani. A múlt heti ballagás után a Vasváriban is megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Idén több mint 170 diák fejezi be tanulmányait a gimnáziumban.